Így nézett ki tavaly decemberben az építkezés helyszíne, ezek pedig már a szerdai ünnepség képei. A német cég beruházása fél év alatt elérte az 55%-os készültségi szintet. Az épület szerkezetkész, jelenleg a gépészeti berendezések telepítése zajlik. Az új csarnok augusztusra készül el, a gépsorokat és a munkaerőt szeptember végén, október elején telepítik át a jelenlegi bérelt gyártóüzemből az új csarnokba. Most jelen pillanatban 500 fölött vagyunk már. Ma láttam őket, 30-an jelentkeztek, ezekből 30-ból valószínűleg 25 hétfőn fog kezdeni dolgozni. Folyamatosan megy, ahogy hely a beindítani a sorokat van, akkor az emberek már kerülnek fölvételre. A tervünk az, hogy év végére a kapacitásunk az körülbelül egy, mi emberről fogunk beszélni, de nekem 80 ezer órára föl kell emelni az egész országi kapacitás. Nyírvátor érint, hogy körülbelül ilyen 400-500 fővel kell bővíteni év végéig, ha lehetséges. A nyírbátori ipari parkban működő cégeknél már közel 5000-en dolgoznak. Idén 4 cég is új gyárcsarnokat épít, ami nagyon megterheli a park közlekedési infrastruktúráját. Itt elsősorban az energiaellátás egy nagyon fontos dolog, a másik a központi buszmegálló kialakítása, hiszen itt műszakváltáskor körülbelül 40-50, a fejlesztések után várhatóan egy 80 busz fog egyszerre megérkezni, és ezt már közlekedésbiztonsági szempontból is nehéz kezelni. És a harmadik pedig egy olyan összekötő útnak a kialakítása, ami nem a városon keresztül, hanem a várost elkerülve mozgatja mind az árut, mind a személyeket, annak érdekében, hogy csökkentsük a város terhelését. A térség országgyűlési képviselője a Bokréta avatáson arról beszélt, jelenleg 4 beruházás zajlik állami vagy uniós támogatással Nyírbátorban. Az egyik a Bátor István katolikus gimnázium fejlesztése, a másik az M3-as Nyírbátor összekötő út átépítése, a Rosenberger cégnél, ahol most vagyunk, itt egy 3,1 milliárdos fejlesztés zajlik, amiből 860 millió forint állami támogatás, és a negyedik pedig a járási hivatal áthelyezése, felújítása. Az összekötő út felújítása 1 milliárd forintba kerül. Az útszakasz használt a lakosság mellett az ipari parkban működő vállalkozások is látni fogják.